Arany pillanatok címmel nyílt kiállítás Kőszegen a legendás aranycsapat és Lóránt Gyula relikviáiból. A magyar labdarúgás legfényesebb korszaka elevenedik meg a látogatók előtt. A Kőszegi Önkormányzat, a Puskás Intézet és a Jurisics Vár Művelődési Központ összefogásából megvalósuló kiállítás előtt megkoszorúzták a legendás középhátvédről elnevezett városi sporttelepen található emlékfalat, majd a kőszegi temetőben Lóránt Gyula sírját is. A Jurisics Vár lovagtermében másfél éves előkészítés után nyílt meg a kortörténeti relikviákat felvonultató tárlat. Alapvetően az volt a célunk, hogy abban az időszakban is nyújtsunk minőségi kiállítást, amikor várhatóan kevesebb messziről érkező látogató van, viszont talán a környékből érdemes ellátogatni Kőszegre egy kellemes hétvégén, és esetleg útba ejteni a várat, hiszen ez a kiállítás azért nagyon kevés helyen fordult meg. A tárlat egyes darabjait hazánkban még ilyen formában nem láthatták a sportbarátok. A legendás aranycsapat középhátvédjének külön részt szenteltek a szervezők, de olyan felejthetetlen csapattársak, mint Puskás, Grosics és Pozsik relikviái színesítik a palettát. Több mint 100 kiállítási darab között helyt kaptak a tablók, műsorfüzetek, fényképek, érmek és használati tárgyak. Az aranycsapat az idősebbek számára személyes élményt jelent, míg a fiataloknak egy sporttörténetileg fontos igazodási pont, amit a város polgármestere is kihangsúlyozott. A mai fiataloknak nyilván már egy kicsit a mesék világát idézi. Maga az összevetés, a gondolat, az, hogyha mondjuk egy bajnokok ligája meccset nézünk, vagy egy világbajnoki legjobb négyes mérkőzés, vagy hasonlót, ugye, és oda beleképzelni magyar srácokat, akik ott futnak a pályán, azt gondolom, hogy ez egy hihetetlenül motiváló dolog lehet. A kiállítást, amelynek a Jurisics Vár lovagterme ad otthont, 2022. január 9-ig lehet megtekinteni.